Tisztelt hölgyek, urak, kedves bajtársak! Először is meg szeretném köszönni, hogy a kora péntek délutáni idő ellenére ilyen szép számmal összegyűltünk. És hát nem meglepő módon én nem jogászként, hanem a magyar földet hően szerető országgyűlési képviselőként, volt polgármesterként és gazdálkodóként fogom megközelíteni ezt a dolgot és ezt a témát. Hiszen volt Magyarországon egy szebb jövőre érdemes párt, amely azt skandálta, hogy a magyar föld nem eladó. Aztán láss csodát, még saját magukat is eladták, és a balliberális térfélre tévejedtek. Aztán elméletileg, papíron, retorikába Magyarországnak van egy nemzeti, keresztény, konzervatív kormánya, mely szintén megvédi a legerősebb, ő szerintük legerősebb földforgalmi törvénnyel a magyar földet. Aztán láss csodát, a nemzeti földvagyont, stratégiai földvagyont eladták az elmúlt években. Mindet fideszes oligarchák vették meg jóformán, most pedig már attól sem riadnak vissza, hogy a magyar földet külföldi, jelen esetben kínai befektetőknek adják át, adják oda a tulajdonjogot is, és örökre elpusztítsák azt a kiváló termőtalajt, ami Debrecen környékén található, hiszen az ország legértékesebb földjei, sok esetben 45 aranykoronás földjei, azok itt találhatóak Debrecen környékén, és hát nem tudom ki mennyire jártas a mezőgazdaságban, de akkor elmondanám, aki kevésbé, hogyha egy termőföldet ki szeretnénk vonni művelési ág alól, az csak kifejezetten indokolt esetben történhet meg, a minőségi osztálya és az aranykorona értéke függvényében, és vannak olyan termőterületek, amik ki sem vonhatóak, éppen azért, mert túl értékesek ahhoz, hogy ott más célú hasznosítás történjen. Úgy látszik, hogy ez a legértékesebb termőtalajunk a Fidesznek viszont semmit nem ér, hiszen pont ide, ahol Magyarország legjobb földjei találhatóak, ide tervez egy újabb ilyen monstrumot, egy újabb ilyen külföldi multi-giga gyáróriást. Nem elég nekünk itt a BMW és a már elbitorolt termőföldeknek a helyén létesült nagyüzemek. Most idehoz még két darab kínai akkumulátorgyárat is, ami nem kérdés, hogy az mellett, hogy a földünket elveszi, el is szennyezi azt a vízkészletünkkel együtt, és hát végső soron mi, a mi hazánk nem ilyen jövőt képzelünk Magyarország számára. Az előző rendszerben már bebizonyosodott, hogy mi nem a vas és acél országa vagyunk, illetve hát a monarchia ideje alatt is mi nem voltunk az ipar felé kacsingató ország, hiszen azok a csehek voltak, mi Európa éléskamrái voltunk, és úgy gondolom, hogy nekünk a jövőben is Európa éléskamráinak kéne lennünk. Ugye Orbán Viktor a nemrég történt évértékelő beszédében gyakorlatilag a Virradat programot mondta fel, csak a szomorú valóság az, hogy pontosan amit mi a Virradat programban megfogalmaztunk, annak ők most még a jövőbeni lehetőségét is elveszik, hiszen elveszik a legjobb termőtalajainkat, és egész egyszerűen elüldözik a magyar embereket a saját szülőföldjükről, hiszen a legtöbb magyarnak nem felel meg az a elvárás, vagy az a lehetőség, miszerint egy betanított munkás lehet egy összeszerelő üzemben. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar mezőgazdaságra kell építeni az önálló nemzetgazdaságot. Mi azt gondoljuk, hogy a magyar mezőgazdaságra épülő feldolgozóiparnak, könnyű és nehéz iparnak kell lennie annak, amely biztosítja a legtöbb magyar család asztalára a kenyeret és a biztos egzisztenciát. Ezzel szemben most a mögöttünk zajló gigaberuházás úgy valósul meg, hogy a legtöbb debrecenén úgy gondolom, hogy ezt a beruházást nem szeretné, és ennek nagyon keményen hangot is adott, de mint látjuk, a település vezetést, a második legnagyobb városunknak a vezetését, ez egyáltalán nem érdekli. Én volt polgármesterként elmondhatom, hogy eszméletlen módon felháborító, hiszen a köz akaratából lehet itt vezető az a polgármester, aki most azt mondta, hogy a lakosság véleményének és tiltakozásának ellenére is meg fog épülni ez a gyár, ezzel egyértelműsítette és kifejtette, hogy politikai döntés született, és értelemszerűen ő politikát fogja kiszámolni, nem a lakosokat fogja képviselni. Én azt gondolom, hogy ilyen polgármesternek a hazai közéletben nincsen helye, éppen ezért, hogyha nem tudja ellátni, nem tudja elvégezni a feladatát, akkor le is út, fel is út, nyugodtan le lehet mondani erről a címről, és át kell adni egy olyan embernek, aki alkalmas arra, hogy egy ekkora várost vezessen, és alkalmas arra, hogy az itt élő embereket megvédje, akár egy ilyen mögöttünk látható kínai gigaberuházástól is. És hát a politikai, mondjon le igen, hallom itt a skandalomot, és nagyon helyes, és hát a politikai döntések itt nem értek véget, hiszen ezen a héten elkaszálták az összes párt által és civil által beadott népszavazási kezdeményezést, így a miénket is.
különösebb indokot nem tudtak felsorakoztatni, és hogyha valaki látta azt a élő közvetítést, ami zajlott az indoklásnál, akkor abból kivehető volt, hogy igazság szerint akiket odaültettek, ők nagyon sem tudták, hogy miről van szó, és hogy miért is kellett ezt a döntést meghozni. Értelemszerűen a jelenleg regnáló hatalom fél attól, hogy a debreceniek a véleményüket kinyilvánítanák, és a helyi népszavazásnak az eredményessége után ez a beruházás, ez egész egyszerűen nem lenne megvalósítható. De látjuk a kormánynak az arroganciáját, látjuk azt, hogy nekik semmi nem szent, és anélkül, hogy a debrecenieket megkérdezték volna, ezt a beruházást jelen pillanatban is építik azok a munkagépek, amik mögöttünk láthatóak, a magyar termőtalajt ezzel örökre tönkretéve, hiszen egész egyszerűen abszurd, hogy amikor az előző rendszerből rengeteg lerobbant gyártelepet lehet találni az ország területén, rengeteg régi laktanyát lehet találni az ország területén, nem ezeket a barnamezős beruházásokat erőlteti a jelenlegi kormány, hanem a legjobb termőtalainkra zöldmezős beruházásokat próbál idehozni, és ezt próbálja nekünk úgy eladni, hogy ez a magyar nemzet, a magyar nép, a magyar emberek javára történik, pedig hát nézzük meg, hogy mi is zajlik egészen pontosan. Ez a gyár elvesz több száz hektár első osztályú magyar termőföldet. Én azt gondolom, hogy ez nem a magyar emberek érdekeit szolgálja. Azok, akik most a kivitelezési munkálatokat csinálják, ezek jobbára jó részt nem magyar emberek, tehát nem a magyar emberek zsebébe tesznek ezzel pénzt. Én azt gondolom, hogy az a 9000 munkahely, amivel a Fidesz próbálja ezt a védhetetlen jelenlegi álláspontját mégis megvédeni, az egész egyszerűen nevetséges, hiszen egy Debrecen méretű városnál nem 9000 munkanélküliről beszélünk jelenleg, hanem 9000 munkavállalóról. Tehát ez azt vetíti előre, hogy nem magyar embereknek készül ez a gyár, és végső soron a profitot is külföldre fogják vinni, tehát nem a magyar nemzetgazdaságot fogjuk erősíteni. És egy pár adatot is mondjak önöknek, képzeljék el, hogy az adóztatásuk az annyira vérlázító és annyira szégyenletes, hogy az elmúlt 1982 óta gyakorlatilag ez az irány, és próbáljuk ezeket a külföldi multikat valahogy előtérbe helyezni. A közel, vagy kicsivel több mint 40 év alatt egészen pontosan az államadóságnak, a jelenleg meglévő államadóságnak a négyszerese az, amit ezek a gigaberuházások és ezek a multik nem fizettek be a magyar államkasszába. És mindenki gondolkodja egy kicsit és ízelgesse, hogy mekkora pénztömegről van szó, hogyha ezt a pénzt, ez gyakorlatilag megkapta volna a magyar állam, hogyha ez a magyar állam kasszát és kincstárat erősítette volna, akkor hol tarthatnánk most? És amikor én azt mondom, hogy Magyarországon az elmúlt 30 évet, ha nem lopták volna el előlünk, és a rendszerváltásnak hazudott módszerváltás után valóban más szelek fújtak volna, mi most egy svájci életszínvonalon élhetnénk, akkor én azt gondolom, hogy nem túlzok ezzel. Hiszen az a bődületes mennyiségű pénz, amit elloptak tőlünk, és elvették ezzel akár a gyerekeink jövőjét és lehetőségeit is, az egész egyszerűen külföldi multiknak és háttérhatalmi embereknek a zsebében landolt, ahelyett, hogy a magyar embereket erősítette volna. És hát látjuk, hogy most már az a szerep sem jut nekünk, hogy esetleg az összeszerelő üzemeikbe dolgozunk, hiszen filippínókkal és Ázsiából különböző nemzetiségekkel próbálják majd feltölteni ezeket a gyárakat. Úgyhogy én azt gondolom, hogy egy ilyen gyárnak, és nem egy gyárról beszélünk, hanem az észak-magyarországi régióban, Győr-Moson, Sopron vármegyétől egészen Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéig 20 ilyen gyárat szeretnének létesíteni, nem a magyar gazdaság, nem a magyar emberek érdekeit szolgálja, éppen ezért semmi keresni valójuk nincsen Magyarországon. Meg fogjuk védeni nem csak a debreceniek földjét, hanem az egész ország területét meg fogjuk védeni, mert ez a mi hazánk. Győzelemre fel!